Füzes István vagyok, építész alapfoglalkozásomban. A fővárosi építési belvárosi vállalatnál dolgoztam évtizedekig, utána pedig egy kórházat irányítok. Építőipari tanulmányot az Ivry Miklós építőipari technikumban kezdtem, majd a műegyetemen folytattam, és házgazdasági városépítési diplomát szereztem az Ivry Miklós Műszaki Főiskolán. Ennek a szakmai tanulmánynak a kapcsán elsőbb a városépítészet felé orientálódott a figyelmem. Évtizedekig voltam a fővárosi építési beruházási vállalatnál. Végigjártam a ranglétát és főmérnököt igazgatóként fejeztem be ott a pályafutásomat, majd később önálló céget alapítottam, amely cégben a mérnöki menedzseri végénél lebonyolítói feladatokat csináltam építetők beruházás részére. Gyakorlatilag Budapesten volt a fő tevékenységi kör, ahol azt gondolom, hogy majdnem minden kerületben és kb. 150-200 ezer létesítményhez fűződik a szakmai voltam. Hát ezt végeztem gyakorlatilag az építőipari pályám, amit 58 éves koromban hagytam ember és léptem át egy másik dimenzióba. Ez a második dimenzió ez onnan adódott, hogy kezdetől kezdve gyerekkoromtól kezdve volt egy természet szeretetem, vagy állat szeretetem, vagy növény szeretetem, és úgy gondoltam, hogy a hosszú életben olyannak kellene folytatnom a tevékenységet, mint a nagyon természet közelei, és ebben akadtam valamilyen szituáció kapcsán, a szőlőtermesztés és utána attól kezdve természetesen a szőlőegyenes úton vezetett a porkészítéshez. Az építőiparnál maradva én mai napig is alapvetően építésznek tartom magamat, ez annyira igaz, hogy ebben a korban én a mi egyetemen visszatértem, és műemlékvédelmet szakmérnökit hallgatok nagy élvezettel. A szakmámban nagyon büszke vagyok arra, hogy szakmailag tökéletes szakemberként ismertek meg a környezetem, és ezt mindig tisztelték, és meg is és honoráltak is ezt a tevékenységet, és ez adott módot arra, hogy ebből vele levő bizonyos megtakarításokkal kikezdjek egy szörnyű telepítésnek a Balaton mentén Balatonfüred is környékén. Ha végigtekintek a pályámon, és még mindig marad az építőiparban, ott leginkább az urbanisztikai társasági tagságom az, ami jellemezte és minősítette a tevékenységemet. Nagyszerű építészekkel voltam kapcsolatban, munkakapcsolatban és személyes kapcsolatban is. És ezt szerettem volna, hogyha hasonló minőségben tudok a borászatban, a szőlészetben is tevékenykedni. Ebben a segítségemre volt a feleségem, aki ebben rendkívül nagy átfogás és segítséget adott. Elég nagy szőlőterülettel rendelkezünk. El kellett végeznünk ehhez. Feleségemért elvégeztünk egy új szakmat. Kertészmérnök egyetemet végeztem. 3 éve fejeztem be, és a szőlészborász szakmérnökit. Mert minden szakmában meg kell célozni a csúcsismereteket. És hát nagyon büszke voltam arra, hogy amikor a pincészetet készült, akkor rögtön sikerült sikerrel berobbanni a füredi borászati környezetben. Elsőnek ugye 4 aranyérmet nyertünk, és nem sokára, egy pár év múlva lettem a füredi az év borásza. A boraimnak a minőségére nagyon büszke vagyok, mert vannak olyan borok, amik csak mi készítünk, ilyen a nektárunk és a küvénk is, és hát
Nagyon-nagyon élvezem azt is, hogy budapesti létemre költözve vidékre, és ott élve, igaz, hogy Pesten is élek továbbra is, de egy olyan városi környezetbe kerültem, ahol egy pesti ember lát, embernek nagyon nagy újdonság, hogy mindenki ismeri, mindenki tiszteli. Szerintem azt mondom, hogy talán meg is üvegelik. És ez egy nagyon nagy, nagyon jó érzés ebben a korban, hogy két szakmával így tudok emlékezni és dolgozni. Én nagyon szerencsésnek tartom az életemet, egy család szerető családban születtem, én nagyon szerettem az édesanyámat, édesapámat. Édesapám építőipari mester volt, tőle tanultam a szakmának a tiszteletét, és azt szeretném, és azt céloztam mindig, hogy ez a családi szeretet ez megmaradjon nekem az egész életemben, a saját családom vonatkozásában is. Feleségem, dr. Bakonyi Elvira, egy jogász végzettségű közgyentőasszony, nagy egyetértésben szedben élünk. Nekem van egy lányom, Eszter, ő Bécsben tanít az egyetemen okori nyelveket. Három unokám van, de feleségem révén is van három unokám. Ebből egyiket kimondotta az egyik kisfiút, én nagyon-nagyon a szívemhez nőtt, aki már a búrászatban is nagyon érdeklődik, és talán tovább viszi azt a dolgot, amit ilyen értelemben elkezdtem. A legnagyobb segítséget mindig az ember a házastársától kapja, hogy gyerekeknek adni kell, és ezt az ember örömmel teszi meg. A feleségem olyan méltó társam, akivel nagyon nagy dolgokat tudtuk megcsinálni. Én most szeretnék egy olyan produktumot csinálni, ami az építészetet és a borászati szakmát összevonja. Magyarul egy könyvet szeretnék írni, amit ugyancsak elképzelhetettem a feleségemnek a segítsége nélkül, de mindemellett azt tartom, hogy az életben, a család mellett mindig az ember a saját magának is meg kell valamilyen egyéni dolgot élni. Én például most a szőlészet és a borászat meg az egyetemek mellett visszatértem egy gyerekkori dolgomhoz és kalambászkodni kezdek, mert az egy olyan dolog, ami kiteljesíti a dolgaimat. És nagyon remélem, hogy a családom tagjai is, akár mint házastársad, akár mint szülőt, vagy akár nagyszülőt elfogadnak és szeretettel fognak nem gondolni.